A gyerekjogi egyezmény kapcsán azt érdemes tudni, és azért kell innen indulni, mert hogy ez az a szilárd, változtathatatlan alap, amire épül a gyerekvédelmünk. Tudjuk, hogy a gyerekvédelmi rendszert rendszeresen módosítani kell, hozzáigazítani az aktuális kihívásokhoz. Szorgalmasan dolgozik is a jogalkotó, hogy mindig legyenek új ismeretek, amiket onnan megtudhatunk. Ugyanakkor mindezekre igaz, hogy a gyerekjogi egyezményhez illeszkednie kell. És egyébként nem csak a GVT-nek, hanem az egyéb ágazati szabályoknak, egyéb a gyermekeket érintő szabályokhoz is. Maga az egyezmény is fejlődik valamelyest. Abban a formában nem tud, hogy módosulnak az egyes pontok, hiszen az ott akkor kőbe lett vésve, de kiegészítő egyezmények kerültek hozzá. Ezek közül kettőt Magyarország is aláírt. Az utolsónál ez nem történt még meg. Ez éppen a panaszok, fellevezések és petíciók benyújtásának az egyezménye. Nyilván itt még gondolkozik a jogalkotó, hogy ezzel mi is legyen. A leköszönő ombudsman annak idején azzal adta át a hivatalát a jelenlegi ombudsmannak, hogy ő azt ajánlotta a jogalkotónak, hogy mielőbb történjen meg ez a csatlakozás. Maga a gyerekjogi egyezmény, és akkor nem mennék bele a részletekbe, a megelőzés, védelem és részvétel hármasával operál, azzal a mögöttes tudattal, hogy bármennyire is akarom én megvédeni a gyereket az őt érintő veszélyektől, ha ő ebben nem érzi, hogy ez róla szól, ha vele együtt történik, akkor bármit tehetek. Akkor ő el fog szökni, vissza fog szökni abba a veszélybe, nem jár eredménnyel az én munkám se. Magának a gyerekjogi egyezménynek az alapvető kötelezettjei az állam és azok, akik a gyerekekkel dolgoznak. Nekünk kell adott esetben a gyerekjogi egyezményig visszamenve végiggondolni, hogy mi is a mi feladatunk, ha éppen a GVT és a végrehajtási utasítások sokasságában elveszünk egy pillanatásra. Az egyezmény azt mondja ugyanis, hogy amikor a gyerek ügyében döntés születik, akkor a legfontosabb, amit megnézzünk, hogy mi is az ő érdeke. És természetesen ebben a teremben is rengetegen vagyunk, akik kiválóan meg tudjuk fogalmazni, hogy vajon ebben a konkrét helyzetben mi lehet a gyereknek az érdeke. Valószínűleg sok mindenben igazunk is van, de kellene tudni, hogy a gyerek erről mit gondol. Még akkor is, hogyha időnként az álláspont, vagy éppen a szükséges lépés, az nem egyezik meg a gyerek által kifejtett rövid távú céllal, hogy ő neki hát most a legfontosabb az lenne, hogy erről a gyámhatósági tárgyalásról azonnal kimenni és elfelejteni ezt az egészet. Lehet, hogy éppen ő ellene, az ő rövid távú gondolataival szembe kell megfogalmazni az ő érdekeit. De az biztos, hogy nem tud a gyerek érdekében döntés születni, a gyerek érdekeit szolgáltó döntés, ha nem tudjuk, hogy mi a gyereknek a mindenek felett álló érdeke, mi a legjobb érdeke. Ugye ezzel függ össze az a bizonyos 12-es cikkely, amire Kata is amit kiemelt, azaz, hogy kellően tekintetbe kell venni. Tehát nem azonosulnunk kell az ő véleményével, hanem megismerni. És ha megismertük a véleményét, akkor tudunk ezzel tovább menni. És azt is jól elmondta az előttem szóló, hogy ahhoz, hogy a gyerek érdemi véleményt tudjon mondani, ahhoz meg kell támogatnunk információval. Olyan információkkal, ami alapján ő jól ki tudja mondani a véleményét, képes abból a pici szegmensből kilátni, ahol eddig látott. Hadd mondjak ide egy konkrét példát. Annak idején, még a 90-es évek elején volt egy esetem, amikor bejött egy panasz, hogy egy nevelő rendszeresen veri a gyerekeket, egy hetes otthonról beszélünk egyébként. Amikor kimentünk a gyerekekkel beszélni, akkor föltettük rutinból azt a kérdést is, hogy oké, ez a problémád, de mikor tekinted megoldottnak? Tehát mikor gondolod úgy, hogy akkor mi segítettünk rajtad érdemben? Mire a válasz az volt, hogy akkor, hogyha legalább nem bottal üt. Magyarul az, hogy egyébként kézzel üti, az teljesen befért a történetébe, az neki természetes volt. Azért hozom ide vissza az információnak a szabadságát, mert hogy bizony a veszélyeztetett egy gyereknek, nekünk kell megtanítani, hogy ez nem természetes, hogy téged bántanak. Onnan indulunk, hogy senki nem bánthatja a másikat. Egyik ember nem ütheti meg a másikat. És lehet, hogy ezt ő így szavakban nem fogja érteni. Lehet, hogy ehhez másféle módszert kell alkalmazni. A neki megfelelő módszert kell alkalmazni. Fogok itt fölvillantani egy-két
eszközt, amit a gyerekjogi képviselők munkája során használnak, pont azért, hogy a gyereknek megfelelő tudjuk a jogait elmondani. És azért kell a jogait elmondani, hogy ő tudja, hogy őt nem lehet bántani. És ha tudja, hogy őt nem lehet bántani, és egyik ember nem ütheti meg a másikat, ez az alap, akkor azt is megtanulta, hogy ő sem ütheti meg a többieket, a felnőttet se, és el tudunk indulni a továbbiakban. No, ehhez képest nézzük, hogy akkor a részvételnek milyen szintjei is vannak, mi az, amit érdemes megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy van a részvételnek egy személyes szintje, ahol arról kell beszélnünk, hogy a gyerek hogyan vesz részt az őt érintő személyes kérdéseknek a kialakításában. Legyen itt szó egy tervezési megbeszélésről, hogy a kapcsolattartáson hogyan legyen az ő története, mert kiválóan leegyeztetődik, hogy hát az anyuka az hétközben dolgozik, tehát a hétközbeni találkozások azok nem jók. Igazából ő szombaton ér rá, tehát akkor legyen szombat, a nevelőszülő, vagy éppen a gyerek otthon próbál ehhez igazodni, hogy hát igen, a kapcsolattartás fontos, ez az egyik kulcsa a hazagondozásnak, akkor legyen szombat, és közben ott van a gyerek, aki tördeli a kezét, hogy de hát neki szombaton van az az edzés, ami neki nagyon fontos. Ne, ő azon szeretne részt venni, ő imádja a szüleit, de találjunk olyan megoldást, ahol az edzést sem kell elhagynia azért, hogy ő egyébként a másik jogát gyakorolhassa. A gyámhatósági tárgyaláson ugyanezek a kérdések jöhetnek elő, vagy éppen a családban, ahol egy döntés születik arról, hogy a gyerek milyen intézménybe menjen tovább, melyik iskolát válassza. Mi az erősebb szempont? Az az erősebb szempont, hogy az a felekezet tartja fel az iskolát, ahova én is jártam, igaz, hogy csak 200 kilométerre arrébb van ilyen, mert én is kollégiumban jártam, vagy az az erősebb szempont, hogy a településnek a legjobb iskolája, vagy épp a legközelebb iskolája, vagy éppen a tesót tanította az a tanítónéni, és hát igazán az lenne jó, hogyha téged is ő tanítana. Érdemes ezeket végigbeszélni, tudván, hogy ezeknek azért következményei vannak. Ha mellett döntünk, hogy a neki megfelelő tudásának, képességének megfelelő iskolát választjuk ki, akkor azt a választ fogjuk kapni, hogy 3:30-kor kell kelni. Adott esetben. Ha a közelséget választjuk, akkor meg az életútnak a kilátásai változnak. Vajon akkor is el tud-e futni addig az egyetemi diplomáig, hogyha automatikusan a szakellátó gyerekekre berendezkedett közeli iskolába kerül a gyerek. Tehát érdemes ezeket végigvenni, mind a szakellátás, mind pedig a családok szintjén. A következő szinte a közösségnek a szintje, ahol szakellátáson belül a gyerek önkormányzat vagy az érdekképviseleti fórum a formalizált két szint, de nyilván ettől sokkal több van. Gyerekotthonban nevelkedő gyerkőcöktől gyakran jön az a panasz, hogy hát az ő problémájuk az, hogy hát az étkezés hát az kritikán aluli. És akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy ők nem kapnak enni, hanem hogy mit kapnak enni, és még csak az se, hogy ez egy törvénytelen étkezés lenne, mert hogy az étkezési előírásoknak kottára megfelelő étkezést kapnak, csak éppen hát ők nem ehhez szoktak. Nem ez az ízviláguk, ők ezt nem szeretik. És ha nem szeretik, akkor nem eszi meg, a zseppénzéből megveszi a chipset, elérte a jogalkotási célt? Nem érte el a jogalkotási célt. Talán itt spoilerezhetek egy picit én is, hogy azért ennek az étkezési szabálynak a felülvizsgálatán gondolkodik a jogalkotó, pont azért, mert hogy hát fölismerte, hogy a közétkezésben egyrészt elkezdtek kilépni belőle, másrészt meg ott marad, és hát ez a legnagyobb pocsékolás. No, de hogy jön ez a részvételhez? Ott jön a részvételhez, hogy ebben a kis közösségben vajon meg lehet-e beszélni, hogy az étkezésre adható normát, azt hogyan használjuk föl, hogy ebből konkrétan mi készüljön. Nyilván az nem megy, hogy mindig hamburger és hotdog legyen. És valószínűleg ezen közös többszörösen kívül nagyon nehéz olyat találni, amit mindannyian szeretnek a gyerekek. Esetleg még a milánói spagetti az, ami nyerő lehet ebben a történetben, de hát a szabályok betartásából innentől kezdve már nehézségeink vannak. De mégis, ha őket bevonjuk, ha látják, hogy ennek eredménye van, érdemes elmondani, akkor másban is el fogja mondani a véleményét, másban is akar részt venni. Legyen szó az intézmény házi rendjéről, annak is mondjuk a kimenőket érintő részéről, és még sorolhatnám. És van egy jogalkotói szint, mert hogy ezek a döntések a gyerekekről születnek, a gyerekek nélkül születnek. Azért bizonytalanodtam el, mert hogy itt egy picit ki kell, hogy lépjek a köznevelés világa irányába a gyerekvédelemből, mert hogy a
Az országos beleszólás lehetősége, az intézményen kívüli beleszólás lehetősége, az a gyerekvédelmi szabályozásban nincsen jelen. Tudom, természetesen volt gyerekparlament, kiváló eredményekkel, nem tudom, önök tudják-e például, hogy az, hogy a hatályos szabályok szerint a gyerekek testvéri kapcsolattartását szabályozni kell akkor is, hogy ők különböző gondozási helyen vannak, ez éppen egy gyerekparlamenti javaslat eredményeképpen született meg, ahol a gyerekek hát föltették ezt a kérdést, amire a felkészült jogalkotónak nem jutott eszébe. Mert hogy mi abból indultunk ki nyilván, hogy hát a családdal kell neki kapcsolatot tartani, mert abból van kiszakítva. Csak hát a realitás az az, hogy a gondozási helyek kis létszámúvá válása azt is jelenti, hogy a nagy testvérsorok azok oda nem fognak beférni. Ha nevelőszülői ellátás irányába megyünk 70-80%-ra, akkor ez azt jelenti, hogy sok kicsi gondozási hely van, ahol már adott esetben a 3-4-es testvércsornak az elhelyezése is nehéz. Tehát ezért muszáj, hogy a testvéri kapcsolattartással akkor is gondoskodjunk, hogyha ez egyébként a szülői kapcsolattartással együtt nehezen tud megvalósulni. No tehát akkor hogy is csinálja ezt a közoktatás? A közoktatásban azt találták ki, hogy ott is van egy intézményi szintű diákönkormányzat, ugye ez a gyerekönkormányzatnak a megfelelője. A gyerekönkormányzat küld képviselőit a megyei diákparlamentbe. A közoktatásra is igaz az, ami a mi szféránkra, hogy nagyon sokszínű a fenntartói felhozatal. Van állami részvétel, van egyházi részvétel, különböző minisztériumok, és ott vannak természetesen a magánpénzből működő alapítványi és hasonló formában lévő szervezetek. Ezért azt mondta a jogalkotó, hogy országos diákparlamentet a miniszter hívja össze, a miniszter dönti el, hogy hogy van a delegálásnak a rendje, csak az érdekesség kedvéért. 1996-ban volt a rendszerváltás után először országos diákparlament, akkor még azt gondolta a jogalkotó, hogy az a helyes, hogyha minden iskola küld egy-egy küldöttet erre a diákparlamentre, 3000 intézmény küldhetett küldöttet, 2000-en el is küldték a küldötteiket. Egy országos nagy jambori volt, hatalmas élmény minden résztvevőnek, na de az érdemi részvételről keveset tudott ez a történet mondani. Ezért volt az, hogy később azt mondták, hogy akkor delegálás van, van megyei szintű parlament, ahol a megyét érintően megbeszélik a diákok, hogy milyen javaslataik vannak, és ezek a javaslatok mennek tovább az országos diákparlamentre, ahol egyébként ők megfogalmazzák, hogy hogyan, hogy mit gondolnak ők a közoktatás világáról. A törvény alapján 2 évente kötelező összehívni a diákparlamentet. Azok, akik egy kicsit korábban voltak diákok, ők úgy emlékezhetnek esetleg, hogy ez 3 év volt, valóban, csak a diákok kérték, hogy ez legyen 2 év, mert kiszámolták, hát ők matekból sokkal jobbak, mint mi jogászok, hogy hát akkor van egy évfolyam, ami nem bír ott lenni, mert ugye a végzős hasonló sem, meg a kezdő sem. És ha ez 3 évente van, akkor egy évfolyam ebből pont kiesik. Ezt a jogalkotás egyébként akceptálta, jelenleg 2 évente kell összehívni az országos diákparlamentet. És ez a diákparlament megfogalmaz egy ajánlást a döntéshozónak, és azért a döntéshozónak, mert az ő javaslatainak a nagy része az nyilván a közoktatást érinti, de nem csak azt. Van, ami például az étkezéssel kapcsolatosan máshova tartozik, van, ami az intézmények fenntartásával, éppen a közlekedéssel kapcsolatosan tartozik máshoz. Létrehoznak egy országos diáktanács nevű szerveződést. Az országos diáktanácsba a megyei parlamentek küldenek egy-egy embert. Ennek az országos diáktanácsnak az a dolga, hogy gondozza ezt az ajánlást, és letárgyalja a minisztériummal azt, hogy akkor ez a gyakorlatban mit fog jelenni, mit fog jelenteni. És miért azt gondolnák, hogy ez egy ilyen... mutassuk be a tévébe egyszer, hogy a diákokat mi összehívtuk, meghallgattuk, és talán elfelejtjük. El kell mondanom, hogy nem, ez egy havonta ülésező abszolút munkatestület. Volt itt tehetséggondozásról szó, volt itt arról szó, hogy mennyire nagyon fontos, hogy a gyerek az egy olyan intézménybe juthasson tovább, ami igazán neki való. Egy továbbtanuló gyerek szempontjából ennek a döntésnek a befolyásolása azért az nagyon nagy mértékben a nyílt napokon, illetve a pályaorientációs alkalmakon dől el. Diák panasz volt, hogy hát a matek tanár az megmondta, hogy annyira nagyon fontos matek dolgozatot fogunk írni, hogy erről csak halotti bizonyítvánnyal lehet hiányozni, semmi mással, már pedig oda el kell jönni. Akkor is, ha nyílt nap van. És ugye korábban az volt a szabály, hogy a gyerek elkéretőzött, az iskola elengedte, és elmehetett a nyílt napra. Na de erről a matek dolgozatról
hiába tovább tanulás, hiába egy nap van a nyílt nap, arra nem lehet. Na, a diákok a diákparlamenten keresztül kezdeményezték ennek a módosítását. 2017-ben került be a törvénybe egyébként, pontosabban a végrehajtási rendeletbe, hogy a végzős évfolyamoknak 2 nap alanyi jogon jár igazolt hiányzás, feltéve, hogy elmentek a pályaorientációs napra, vagy elmentek a nyílt napra az intézménybe. És azért is hangsúlyozom ki, mert a nyílt napot azt szokták tudni, a pályaorientációs napot nem szokták tudni. Annak pedig, hogy mondjuk a szakellátottaink részére éppen egy fenntartó szervezen egy pályaorientációs napot, annak semmi akadálya nincsen, és ugye ettől kezdve nem kérdés, hogy a gyerek ezen részt vehet, mert hogy 2 nap felül ő rendelkezik. Mit csinál a gyerekjogi képviselő? Beszéljünk egy picit erről is, mégiscsak ez volt a cím. Hát segít abban, hogy a gyerek hozzájusson az információkhoz, hogy az érdekeit meg tudja fogalmazni, és hogy ezek érvényre is jussanak. Azaz konkrétan segít a panasz megfogalmazásában, kezdeményezi annak kivizsgálását. Segíti a gyereket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban. Nem árulok el titkot, hogy ez az egyik legnagyobb nehézségünk jelen pillanatban, mert azt érzékeljük, hogy nagyon szűk az a keresztmetszet, amiben a gyereknek a gondozási megválasztása meg tud történni, és bizony ez azt is jelenti, hogy az ő szükségletét azt gyakran megelőzi az, hogy legalább valahova kerüljön. Ez pedig gyerekjogi szempontból bizony nem megfelelő, és megint mutassuk vissza a gyerekjogi egyezményhez ennek a vonatkozó előírására. Abban az esetben, hogyha a közösségi ügyben a kisközösség segítséget kér, és azt szeretnék, hogy a gyerekönkormányzatot támogassa meg a gyerekjogi képviselő, akkor ezt is megtesszük. És van egy kivételes eljárásunk is, a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárás, amikor pedig kifejezetten képviseli a gyereket a gyermekjogi képviselő. Hát ebben az esetben gyakran az ő kifejezett szándéka ellenére, mert hát ő nem nagyon akarna bennmaradni a gyerek intézménybe. Ugyanakkor mondjuk az ő élete, és akkor itt tessék teljesen konkrétan érteni, vagy pedig a magzatának az élete az azon múlik, hogy ő bennmarad-e, megkapja azt az orvosi ellátást, vagy sem. Ezért fontos adott esetben a nevelési felügyeletnek az elrendelése, bármennyire is sok macerával jár. A gyerekjogi képviselő tehát informálja a gyereket, segíti, hogy megértse, amit mond, az lefordítja a jogszabálynak a nyelvét. Adott esetben nem csak a gyereknek, hanem az ott lévő nevelőnek, az ott lévő alkalmazottaknak is, hogy értsük, hogy amikor a gyerekjogi egyezmény ilyen elvont fogalmakról beszél, akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy lehet ezt a mi konkrét nevelőszülői családunkban, vagy éppen gyerekotthonunkban érvényesíteni? Támogatást nyújtunk a gyerekeknek a jogainak az érvényesítéséhez, és mint említettem, képviseljük. Azt, hogy hogyan fordítjuk le, nyilván az élőszavas elbeszélés az működik, főleg azoknál, akik elég nagyok ahhoz, hogy ezt meg is értsék. A piciknél ez kevéssé. Ezért találtuk ki, hogy legyenek olyan mesekönyvek, amelyek alapvetően a gyerekeknek szólnak, de gyerekjogokról szólnak. Arról szólnak, hogy mi van akkor, hogyha bekerül az új közösségbe egy gyerek, aki nem tudja a szabályokat, egy kicsit más, mint a többi mesék szintjén, egy macska, aki még nyávogni se tud. Mit lehet akkor tenni? És nyilván a mesével azonosulva a gyerek egy picit abban is megerősödik, hogy mik is ezek a gyerekjogok. És a diáról lefelejtettem, hogy minden egyes gyerekjogi egyezményhez tartozó jogot grafikussal megrajzoltattunk egy gyerekjogi kártyacsomagban, amelyeket szintén ilyen beszélgetősen tudunk alkalmazni, akkor, hogyha a gyerek magától nem nyílik meg, akkor elkezdünk velük játszani. Azok, akik voltak a rendezvényeinken, vagy éppen az Erzsébet táborba kísérnek gyereket, talán még találkozhatnak is a kollégáimmal, hogy ezekkel az eszközökkel dolgozva próbálják a gyerekeket a gyerekjogokra tanítani. Köszönöm a figyelmüket!